Krausz Kristóf lendületet vesz, ugrik, pörög, forog kerékpárjával, és mindig talpra, illetve kerékre érkezik. A Paksi Bezérédi Általános Iskola 8. osztályos tanulója hihetetlen trükkökre képes kisméretű kerékpárjával, ő a BMX sportág egyik legígéretesebb tehetsége Magyarországon. Kezdetben a családi házuk végében található kis buckákon gyakorolt, amit édesapja kreált. A szakemberek 2020-ban egy budapesti tehetségkutatón figyeltek fel tudására, és szinte azonnal szerződést kínált neki a győri Elite BMX Shop. A klubot a magyar kiválóságok mellett többek közt osztrák, horvát és cseh versenyzők alkotják. Fölfigyelt rám a Sarlósi Attila, ő ez az Elite BMX Shop, és fölhívott májusba, hogy szeretné, hogy az ő csapatába versenyeznék, meg mennék, és így igen mondtunk, és így azóta annál a csapatnál megyek. A klub többek közt felszerelésekkel és versenyzési lehetőségekkel segíti a paksi tehetséget, aki szabad idejének minden percét kerékpározással tölti. A sok gyakorlás eredményekkel párosul, Kristóf a felnőttek mezőnyében is letette már névjegyét. Tavaly volt egy Varasdom, ott harmadik tudtam lenni. Volt még Eszéken, ott sikerült az első hely, meg még Zágrábban volt egy, ott is első lettem. A szülők támogatják gyermeküket, az édesapa Krausz Tibor korában motocross sportágban érte el sikereket. Kristóf célja az, hogy a legjobbakkal mérhesse össze tudását a világban, és erre minden esélye megvan. Hát most, hogyha Kristófnak a korosztályát nézzük, tehát U16-ba megy a Kristóf vízversenyeken, hát ha azt nézzük, akkor olyan szinten van. Most versenyzett például a cseh bajnok ellen, hát a Kristóf jelentősen jobb volt. Akkor láttuk az ausztrál bajnokságnak az első helyzeteit, aki most volt az OB nekik megrendezve. Egy hónapja körülbelül. Hát a Kristóf annál erősebben tud biciklizni. És még sorolhatnám. Tehát azért szeretnénk elmenni ilyen versenyekre, mert igazából ott meg tudnám mutatni, hogy hol tart. A koronavírus járvány miatt a hazai és a nemzetközi versenyek rendezése többségében a tervezés szakaszában van. Az országos bajnokságot, ha minden jól alakul, a nyáron bonyolítják. A BMX sportág a nyári tokiói olimpián bemutatkozik. A Krausz Kristóffal és Krausz Tiborral készült Lelátó című sportmagazin visszanézhető a www.telepaks.net honlapon.